Na, halló mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok itt egy következő videóval És most ebben a videóban nem más lesz, mint Sandrának fogjuk a titkos bázisát Megkeresti a Minecraftban Srácok, Szombat van, végre, végre a valósulnak, első nap a nyári szünetben, remélem, hogy élvezitek, és, uh, hát, ja, igazából innentől kezdve, majdnem, sőt, hát igazából innentől kezdve minden nap 8.30 körül lesznek a videók, már reggel ki lesznek rakva, szóval, ja, ezért is klassz, úgymond, a nyári szünet, ez is egy ilyen plusz deluxe dolog lesz nektek a nyárban, remélem, hogy tetszeni fog, nem ígérem még mindig, hogy minden nap lesznek uh, videók, de igyekszem majd tartani a hangsúlyt, majd meglátjuk, hogy mennyi lesz. Ugye hát a mai napon kettő videó lesz, szóval ez a videó után egyből kb. kettő percre majd láthatjátok a nagy és a következő videót. Eléggé izgalmas lesz és eléggé durva dologban akadályoztunk meg egy szemét. Nem fogok sokat spoilerezni, mert hát én nem olyan vagyok. Szóval majd akit esetleg érdekel, az majd lecsekkolja. Na de most! Viszont nem erről van szó, hanem nem másról, mint kedves Szandi barátunkról, ahova mindjárt is el is fogunk indulni, csak egy ilyen kis alap-alap uh, gyűtő így csinálok így. Vagy ilyen gyűjtő szerelést, beszerelést, vagy nem tudom mit, mindegy, összeszedek így szépen magamnak, aztán szépen indulunk, kisgyors így elrendezzük a cuccokat, ezt azért csak kibírja mindenki, és induljunk is el a rózsaszín gyapjuk felé. Srácok, egyszer egy videóban véletlen a rózsaszín helyett lilát mondtam, és olyan szinten megkövesztetek engem a komment szekcióban, hogy a kommentek 80%-a abból át volt, olyan 300 komment és olyan 260 komment abból át, hogy Dani az nem, Lila az rózsaszín. Szóval mostantól Soha nem fogok esküszöm semmit elrontani a videókban, mert olyan szinten meg leszek kövezve sok ember által, hogy ja, volt én, -e, hogy a, a Fibit ugye Fabinak mondtam, kétszer, kétszer is voltam -e egy-egy videóban. Azért is nagyon megleptem kövezve, de nem baj, nem baj. Én tudom, hogy a igazi danisták ilyenek engem nem szólnak le, és kiállnak mellettem legalábbis. Hát remélem, ja és amúgy mostanában rettentő, ú, ott már kezd betölteni, igen, ott is lesz Szandi ház, és mostanában ugye rettentő sokan néztek a videóimat, ami nagyon jó érzés, szóval tényleg kösz szépen, és hogyha így haladunk, szerintem nyár végére nagy csatimon lehet, hogy az 50 ezeret is össze tudjuk szedni. Tehát ez rajtuk múlik a kis megtalán meg talán az ilyen. Hát 25-30 ezeret talán, hogyha nagyon ügyesek vagytok, de ez mondom, ez tőletek függ. Szandi titkos védett üvegbázisa, ez igen. Öh, hát kívülről azért eléggé bedeszül néz ki ez a kis szürke üveg. Hát akkor lépjünk be szép lassan, remélem, hogy itt semmi veszélyes szuc nem fog minket érni. Öh, szandi mókus töltfája, királyságént előbb egy kicsikét egy körbe Nézek így kívül, mini horgásztó, az ig... Őőő, uh, azért, legalább három blokk, mely Nem is rossz. Uh, ott van valami építménye, ez lesz itt az ilyen szellőző berend, Nem, ez izé, ez ilyen uh, csap, vagy nem tudom mi, ez így a földbe megy bele. Mit tudom én, nem tudom, és uh, itt meg ilyen kis um, ebédelős stúd. jó, hát um, nézzünk be a fának a belsébe és ó, itt vezet felfele a létra, és... Uh, itt van aha, ott van Szandi, az bujkálna, várjatok. Uh, ú, itt van ilyen uh, erőt. Jó, nem nyúlok semmihez, mert most lát engem, meg tudja, hogy miben srántkelok. Besettenkedünk -be 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 mögé, srácok, na várjatok. Uh, most ez most ez mi van? Aha, aha, menekül! Me miért menekülsz el? Uh, jó, hát mindegy. Ú, uh, uh, itt vannak cuccok. Jó, én nem lapok ki semmit. Szia! Ú, már volt szó, meg a cuccairazt egyből. Uh, ne, ne, hallod, hallod, ez sokat sebes, szia! Hello, Sandy, Öm... Um, Üdv, uh, figyelj már, én nem vagyok uh, betolakodó, meg most, most mi van? Ne, 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 ne <laughs> Jó, én felem, ezt játszhatjuk egész nap. Hello, <laughs> hello, nem fogsz el. Ne, 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 elkapott. Jó, oké, okay, oké, okay, nem fogsz izélni. Na, Sandy, figyelj ide, én nem vagyok betolakodó, én uh, Dani vagyok, de nem tudom, hogy spongyabobék vagy valaki, nem, nem meséltek már neked. Én Dani vagyok, ö, ó igen, tudja, szia Dani, ö, de igen, az vagy, ismerlek, ó ismersz engem, na az király, de miért hiszel engem betolakodónak, amúgy, te látod, itt vannak a cuccaid, de nem is veszem ki, látod, itt van a sok cucc, amit mindet kivehetnék, de egyik se nyúlok hozzá, mert, ne, mert nem vagyok betolakodó, én csak azért jöttem, hogy megismerjelek, meg beszélgessünk, mert mit tudom én, Spongyobb mesélt rólad sokat, Patrik is, és... Uh, bár köztünk szóval Patrik kicsit buta. Dehogy! Jó, ezt elmondom neki. mint ezt elmondom neki. Jó? Ne, 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 nem mondom el. Nem mondom el, vicceltem. Uh, figyelj, um, elsősorban, ezt, ezt spongyóban mondták, hogy én betolókodó vagyok? Vagy mi? Hogy én ilyen... Mi van? Te, ezt hogy merték? Ezt hogy merték ezt mondani? Én nem is vagyok az. Hát ez felháborító! Hogy merik ezt róla mondani? és mondjam, nekem van nagy spanom, meg haverom, meg minden. Hát már nem tudom hány videón volt így. Összesen spony. Ó, oh, itt köszönöm, van kaja. Uh, jó, ezt se veszem ki, nem vagyok én itt minden izé. Meg úgy oh, mondjuk ilyen kidobók. Uh, nem viszek el semmit, Szandi. Látod? Ezzel bizonyítom, hogy nem vagyok az. Tényleg? És amúgy mi áradban erre? Hát, um, igazából csak meg akartam nézni, hogy neked milyen is a lakhelyed. Hát, de nem tudom, hát most... Um, vagy mit keresel itt a kuckomban? Hát mondom, hogy igazából a lakhelyedet akartam lecsekkolni, hogy milyen. De hát így őszinte legyek, nem túl nagy. <laughs> Ö, nem bántásból, semmi, csak egy kicsit így nagyobb dologra számítottam. Egyetlen miért nem hívtál fel? Mert ez így meglepet. Hogy hívja fel? Nincs, ne, vagy, nincs meg a telefonszámod. Nincs meg a Facebookod se. Vagy nem tudom, írd le a Facebookodat, vagy valamit, az bejelölnek téged mindjárt. Még mindig messenger. Ö, jó, rendben van. Meg vagy nekem? Szandi Cseh, jó, Cheeks. Szandi Cheeks, jó, oké, rendben van, um, Cheeks. Na látod, hogy hát jól írtam, látod? Na igen, um, jó, hát bejelöllek, srácok, ti is előjétek be, Szandit. Hát um, jó, mindegy, van még esetleg valami érdekes látnivaló itt a bázisodon, amit megnézhetnénk esetleg, és bemutathatnék a nézőimnek. Vagy uh, igazából semmi nincsen, mert most így. Így, így. Jó, mindegy, hát akkor nézzük meg ezt a képet. A, a, a elemezzük ki, srácok. Itt van valami kis valami, meg ott van egy nagy creeper. Öhm, persze, mielőtt elmondanám, mi lenne, gyere egy képre. Ó, hát öhm, jó, rendben. Ezt is majd a, íze. Izi... Ó, ad nekünk kardot Na, ez már tetszik. Látod? Na, várjál, dobd ide. Dobd ide még egyszer. Jó, oké, királyság. Na, látod? Látod? Na, ezt dobjuk fel szépen, akkor ezt már instagramra. Látod? Gyerünk. 3-2-1, cheese. Jó, királyság. Na, srácok, amúgy öhm, külön kérdés. Tehát, hogy egy. Én gondolkoztam azon, hogy legyen egy saját Instagramom, de még nem döntöttem el, hogy legyen. -e. Majd kommentbe írjátok le, hogy mit gondoltok. Na, Szandi! van vagy valami különleges látni valahogy a pázisodon, vagy nincs? Na, figyú! Na mondjad! Na mondjad, Szandi! Mondjad, én figyelek, én mindig figyelek rád. Mondjuk annyira csábító ez az i, hogy innen levegyem, vagy bármi. Lenne egy feladatom a számodra? Na, mondjad! Kíváncsi vagyok arra a feladatra, én addig lemegyek, hogy esetleg valami. Ö, nem tudom, már így kezdek ilyen. Um, traumás lenni, hogy ebbe a kis um, faházba vagyunk így végig. Uh, ért valamit? Mivel kezdek fogyóba lenni a kajával, uh, igen, uh, hát látom, hogy nálad itt vannak ilyen stékek, magyennek, de én azt hiszem, hogy te makkal táplálkozol, vagy valami, de úgy tűnik, hogy te a stéket is szereted. Ezért ki kéne fognod nekem három halat a tóból. Ó, oh. hát abból a tóból nem tudom, hogy, hogy fog neked halat fogni. Nem tudom, látta-de? itt van 64 széked, nehogy már, ez tök sok. Ezzel legalább egy, nem tudom, egy ezer, mit, nem, nem tudom, mennyi Minecraft napig, sok nap, Minecraft napig kibírnád, de hát akkor menjünk halászni, holvát én. Én jövök neked, nem tudom, hogy mondjuk miért jó az, hogy van 64 széket, és adok neked három halat. Na mindegy, megpróbálok ebbe horgászni, Sandi, de nem azért mondom, de szerintem ez így ilyen lehetetlen, Impossible mission KB. vagy mindegy, add ide. Jöhet, megpróbáljuk, srácok innen. Ki neki? Ó, mondjuk jó, Ö, hallod? <laughs> lebeg a, lebeg a húszom. Hallod ez így, ez így, így, <gül> <gül> ebbe, hogy fogjak? Hallod azt, hogy nincs vödröd? Van valami vödröd? Adjál már egy vödröt, meg megoldom, megcsinálom, én vagyok a szervizes, várjál. Adja egy vödröt. Ó, oh, köszi, úgy van. Ez valahogy, na várjál, ö, ide lent, igen, azt ott meg. Ja, nem is kellett volna vödör. Na mindegy, látod? Mondtam, hogy megcsinálom. Jó, mindegy, azt már ott. Jó, mindegy, kiütöm, na várjál, bénázok nagyon sokat, jó, azt ott Na, oké, okay. kijutodat. Jó, így már jó lesz. Ö... jó, hát megpróbálom mondjuk távolabbról eset. Na, na, talán, na nézzük meg, srácok, hogy vajon ebből a kis tóból lehet egyáltalán halat fogni, hogyha nem, akkor. Ó, oh, te malac, jó. Akkor te addig nem. És ez így miért jó? Ez, ez neked a csali, vagy mi? Ez ilyen ez a csoli? Hát erre nem tudom, nem azért mondom, nem hiszem, hogy jönnek a halak. De hát leteszte. Ez inkább zavar. Hallod? Öld már meg őket! Zavar, nem látom a kapást. Hallod? Jó, üsd a de... Srácok, ez, egy... Ó, oh, hoppá, 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 Szandi! Egy Látod? Na, királyok vagyunk. Ez a, rész még esküszöm... az igen, kifogtam a izét. Jó, oké, ez a rész beleillene egy Spongyobob epizódba, srácok. Ez a... Hallod, nem azért mondom, de hogyha neked így megy a szerzés, akkor nem akarnál esetleg nem halon élni, vagy nem tudom, meg most így őszintén így elmondva neked, amúgy spongyóbék is hal félének számítanak, mondjuk nem ő pont de mit tudom én, ó, oh, hoppá, uh, itt van még egy hol akkor még egyet fogok, egy uh, csomó olyan hal van itt Vikini fenéken, akik úgy, ja, hát halnak számítanak, mini horgásztó, oké, okay, még egy, Uh, de elég választékos vagyok, szóval imádom a halat. Jó rendben, hát akkor fogok én neked még egy halat, aztán Bittom én, az nem tudom, hogy elég lesz neked a nagy téli álmodra, de még hogy itt van egy csomó izé. Ezeket veszegest fel, én nem fogok most itt izélni meg. Nem már! Nem már! Most, hogy átváltottam, most elizéltem. Na Istenem, most meg előről foghatom. Jó, kivárjuk srácok türelmesen. Türelmesen kivárjuk és kifújjuk azt az utolsó egy halat. És akkor elköszönünk Szanditól, mert amúgy is megy le a nap. Szóval lehet, hogy el kéne szépen majd visszafele. Szóval még egy hal kell. Egy utolsó hal, és azután pedig elköszönünk, és jöhet srácok, ne felejtjétek, hogy kettő perc múlva ugye majd a nagy jön a videó, szóval ott is majd lehetek ott, és... Jó, megvan, királyság, itt van a nyers lazac. Uh, köszönöm szépen neked, Dani, ügyi voltál, hát szívesen, itt van ez, itt van ez, itt van minden, ami nekem nem kell. Hát srácok, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Még nem tudom, hogy még mit ír, azt még gyors. Megvárjuk, hogy Szandi mit fog nekünk írni. Kapsz fát is, tessék. Uh, és gratulálok, hogy sikerült, remélem, még látni foglak. Hát én is remélem, csak majd én léptem. Szia, hát jó, oké, okay, szia. Hát srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltok ember a videóban. Hogyha tetszett, csapostok egy, egy lájkot, like iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk legközelebb. Minden jót nektek, és boldog, és jó pihenést, meg mindent. És ja, sziasztok!